Semleges fogadtatásban részesült Gervin Price most itt. Se ki nem fütyülték, se nagy ováció nem volt. Se nem Anglia, se nem Wales, hanem csak simán Skócia. Lehet a skótokat egyébként megviselte a miniszterelnök asszonyuk lemondása, mert 10 év után távozott. Igen. Bár nem hiszem, hogy ez nyomja rá a bélyegét az apatikus hangulatra. Hát nem hinném én sem, hogy ennyire beleélik magukat a politikába. 40. mérkőzéshez készülődik ez a két jó ember, amit egymás ellen vívnak hivatalos tornákon. És bizony viszonylag kiegyenlített a mérlegük. 20 győzelme van Michael Smithnek, 17 győzelme van eddig Gervin Price-nak az egymás elleni összevetésben, és van két döntetlenjük is, ugye a régi Premier League lebonyolítási rendszerben, ahol csoportkör volt, ott lehetett döntetlen is a végeredmény. Az utolsó meccsüket, a Bahrain Darts Masters döntőjét ugye Smith nyerte, előtte 2022-ben viszont kétszer is Price nyert az utolsó két meccsükön, és hát ami még érdekes, hogy a tavalyi Premier Liga kiírásban egész pontosan azt mondja, 4-szer találkoztak, igen, 4-szer, és abból 3-at nyert Michael Smith, és 1-et pedig Gervin Price. Úgyhogy így futunk neki, meg hát ne felejtsük el, hogy most már azért Michael van Gerwen is, vagy Michael Smith is ugye belépett a világbajnokok táborába, úgyhogy két egyszeres világbajnok csap itt össze. Az előző mérkőzésen is egyébként, ha úgy veszem, világbajnok jutott tovább, hiszen kétszeres ifjúsági világbajnok, igen, Van den Berg. Van! Az első a meccsen. Igaz, kiszállóz még nem segítette hozzá Smith-t. Hogy átment. És itt sincs kiszálló ezzel a tripla egyel. Az ugyanoda megdobja Smith is. Húha, 42. Tripla 17. 88. 126-ra Smith. Ebből már nem lesz megoldott kiszálló leves ebben a körben, nem. Ott a tripla 18, dupla 10. Be is dobja. Elsőre. Jespinál győzte le Walesben 6-3 arányban Gervin Price a döntőben, viszont az első 77, az első fordulóban, az első körben kikapott szintén Espineltől. 90 ponttal kezd Smith. Ez már jött egy olyan kérdés, hogy a valamelyik játékos szeretné megtekinteni úgymond a Premier Liga fordulókat, akkor ugyanúgy beengedik-e őket, mint a résztvevőket. Most itt legalábbis én erre gondolok ebben a kérdésben. Nem igazán. Tehát aki ide bekerül, mint játékos, az jöhet, de tudomásom szerint nem az van, hogy mondjuk a Pro Tour kártyázsokat beengedik bármelyik rendezvényre csak úgy, hanem ott játékosként úgymond akkreditálni kell magadat az eseményre. Egyébként ugyanolyan vagy, mint a többi néző. Tehát nem nagyon szokták ezt. És nyilván, ha valaki egyébként játékosként a PDC-hez fordul, hogy ő minden áron szeretné megnézni, akkor lehet, hogy beengedik abba a zónába, amit fönntartanak a bevonuló zóna mellett van egyébként, és a játékosoknak, illetve a különleges vendégeknek szokták fenntartani, de 180! Azért alapvetően nem az van, hogy szabadon jön megy minden játékos, aki benne van mondjuk a Pro Tour kártyás 128-ba. Megvan a tripla 19, a 18, dupla 20, jaj, szélvész gyorsan egy 100 fölött itt megold Smith, és ezzel visszabrékel. Jött kérdés az amatőr kupával kapcsolatban is, hát
Ugye április első hétvégén fogjuk majd megrendezni Lurdiászban az amatőr kupánkat, amire továbbra is lehet nevezni. A PDC Hungarian Fan Club Facebook oldalán megtalálható minden nevezéshez szükséges részlet, hogy hol és mennyiért lehet nevezni, és ugye ez április 2-án rendezzük majd a Super League-nek a döntőjét is, a magyar Super League-nek, ami a World Cup of Darts-ra fogja majd a magyar csapatot kiadni. Gyakorlatilag a két döntős fog majd, tehát ugye 8-an kerülnek be a döntőbe, de akik ott a legjobb kettőig elmennek, ők lesznek majd, akik itt nálunk is szerepelnek majd, hiszen júniusban adni fogjuk a World Cup of Darts-ot a magyar csapattal együtt. 70-es. Egyébként a statisztikai lapok is megtalálhatóak ugye a Facebookon, a Hungarian Fan Club Facebook oldalán, és természetesen továbbra is várjuk a Sporttelevízió Facebook oldalán a dárcos poszt alatt a kérdéseket. És hát természetesen, aki arra kíváncsi, hogy mit csinálunk itt közben a közvetítés alatt, egy picit a múltba visszatekintendő, az megnézheti az EMC mikro oldalán, úgyhogy... Megnézhetik, hogy hogy bámoljuk a monitort. Így van. Meg hogy iszunk vizet. Meg hogy keresgéljük a kérdéseket. A tízes megvan, dupla 20. Ismét Price juthat előnyöz. Megvan. Hát egyelőre csak break-leg volt. Azért egy kis fújolás azért befigyelt. Egyből meg is dobta a kiszállót Price. Ami nagyon nagy különbség egyébként kettőjük között, az első 9 nyilas átlagban van hatalmas előnye Görvin Price-nak, hiszen ő 103 ponton van, miközben Smithnek 83 pontos volt. 180! Az első 9 nyilasa. Na, jó kezdődik. Biztató helyzet, biztatónak induló helyzet. Egy ötössel töri szét a biztató helyzetet. 6-ból 5 tripla 20 volt. Néha az embernek olyan az érzése, hogy úgy dobja olyan sebességes visszanyilat, hogy eldob egyet, míg be se csapódik a táblába, de már öpül a másik. Igen. 100-as. Nem egy kiszállóra ugyan Price, de nagyon a legmagasabb kiszállón marad. Smith pedig dupla 18-al megoldhatja. Nincs meg. Na egy Big Fish már volt ma. Nem lesz még egy. Megvan. Gyönyörűen a közepében. És a változatosság kedvéért ez is ugye egy break-leg volt. 2-2. Ahogyan a break-legek száma is 2-2 ezen a meccsen eddig. 85. És most dolgozhat Price azon, hogy... 180! Ez legyen az ötödik break-leg a meccsen, és jól is kezdi. Jön a válasz, 180. Kicsit, ha balra dobja, akkor jó is. Százas. Kászalvicni gyönyörűen teszi le magát kiszállóra Smith. Megmentette a 17. Megy le. Nagyon csóválja a fejét Price, de azért nem olyan rossz az a pozíció. Főleg így, hogyha 85 jön, és Price egy tripla... Így már rossz, itt most már csóválhatta volna. Ez csak 80. Dupla 8. Dupla 4. Bedobja! Az első olyan leg, amit saját kezdésből nyer valaki.
És a szokásos igen, hát ejtés. És ezúttal most rossz is lett az a nyíl, 45 pontig jutott csak Price kezdésből, és most Smithnek azért itt a lehetőség bizony. Gyönyörűen az 35. Egy csomóban. Ugyanoda dobja szinte. 139 a válasz, a 100, hogy bekúszott oda. Volt. Jó felvétel volt. Még egy 135, bizony. 2-31-re megy le. Nagyon gyors meccs. Hát igen, egyikük sem egy lassú játékos, Smith meg kifejezetten gyors. 19, és a Bull gyönyörű. Marad 80. Mennyit tud eltüntetni a 142-ből? 86. 80-ra megvan a 220-as. Ó, de fölé vágja. Na, hát egy újabb breakleg jöhet, ezúttal viszont Smithnek az nagyon kedvező helyzetet teremtene a meccsen. És bedobja. Dobja a dupla 20-at elsőre. Elrontott egy duplát Price, Smith kihasználta. Igen, hogy ez most nagy hiba volt. Ó, kijött a tripla 20-ból. Igen, 120 lett a végén. Százas. Ez is. Kellene valami nagy. 243, ez eléggé magasan fönt van, az képest, hogy már kiszállon Smith. Na hát így magára úszhatja viszont Price-t. ...89-84-re Smith, nem jön a tripla hozzá, ott jön! Bedobta. Igen, a búra számít. Igen, de nem tudom miért, mert nem az kellett. 5-2, hát most már bajban van Gervin Price. Hú. 180 átsó pályán így kezd. Igen. Megnyomja Price is, 180! De Smithnél még ott van a kis számocska, így már nem lesz. 135, megél 6-ból 5. Azt hiszem fölötte. Szép. Ez most nagyon erős leg. 30 bizony. 60. Az jó. 45 jön, 5-ös. És a dupla 20. Nincs meg. Szép volt, de most jöhet Smith 126-ra 19-esen. Még egy tripla, nem sikerül. 86. Nincs mese, meg kell csinálni Price-nak ezt a dupla 20-at. Elsőre nincs meg, másodikra sincs meg, bedobja a 5-3, meccsben marad még. Jön a szokásos izmozás. Izmozás, igen. 81. Jó.
83 pont Price-tól. Jobban is kihasználhatta volna. Százas. Levált. Csak 58, ez nagy hiba. Tripla nélkül hátsó pályáról Smith ellen. De most Smith sem dob triplát. Izgalmassá tehetik még a meccset. Hát így nem. Hát most egyelőre ilyen fangjervenes állapotban van. Igen. Price, csak mondjuk az döntőleges. Igen. Helyzet volt. 140. Most oda pakolt egy 140-et, amivel lement kiszállóra Smith. Nem jön. Nem jön. Állnak Price-nál, igen. Shanghai. Kell a tripla, megvan, meccs nyíl. Nincs meg egyelőre. Tehát biztos három nyila lesz még a meccs befejezésére. 99. Dupla 5. Lebontja 5-re. Hát 164-et kellene megoldani valahogy, ami nem lesz meg. Ezek a két további meccsnél már nyilván nem dob rá. Hát ez hihetetlen, ennyi rontott nyíl duplára. Lehet, hogy még ez meg is bosszulhatja magát Smith szempontjából. Ó, hát oda szám. Szektorhiba. Búrra kell befejeznie Price-nak. Ó, az közelébe sincs. Price dobhatott volna. Mutatnánk. Nagyon messze volt. Mit csinált? Jézusom, hát nem tud egy sima egyes dobni. Óha. Ez hihetetlen. Hát ez mi jelleg? Egymást múlják alul. Igen. Dupla 6. Természetesen ez sincs meg. Ha Smith is mosolyog kínjában. Na! Az itt megy. A vége. Hát, ez kiizzadta rendesen Michael Smith, és Price se nagyon tudta kihasználni azt, amikor Smithnek nem ment jól. Na, megvan a harmadik elődöntősünk, és most már csak egy negyed döntő maradt, méghozzá Johnny Clayton, Chris Dobie összecsapás. Így van, és addig is szünet.